remélhetőleg elég sok zombit elintéztem. De most, hogy begondolok, már ott egy instakill, nézzük óvatosan. Nem fogom az életemet kockáztatni azért, de ha meg tudom szerezni, akkor... Hú, a tűz! A tűz! Az nem esett jó, de meg tudom szerezni, akkor megszerzem. Fire-szörnyet használom, nyugkal pedig a maradékat szerintem ki is végzem ezzel a nukleáris bombával. Igen? Nem. Mindig. Jó, akkor gálvannak össz. Amíg van nálam instakill. Közben nézek egy ajánlatot, hogy mit nyerek alattam. Aha, egy hammer. Fú, örülnék neki, de ez most nem az a nap. Aha, executionerrel egyet belelők, és utána határozottan leszedhetem. Fajszölnél egyet? Aha, akkor már nem. Kettőt? És ugyanúgy, hát... Mondjam, kettőt, hármat, négyet? Aha, nem kell bele sok. Sok kell bele, úgy érzem. Hú, na most... Az a helyzet, hogy most tényleg kellene egy... Ah, kellene egy... pisztoly. 20. Na hát, nem gondoltam volna, hogy eljutok idáig, de sikerült. Nagyszerűen már büszke vagyok magamra, már nyugodtan töltöm fel a videót, én elértem, amit úgy hitciztem célul. Igazából a 15 volt, mert hogy hát 25-ig jutottam el mindennél, tehát az összes fegyvert használhattam. És akkor mondom, hát ezzel a pisztolyos kihívással eljutok a 15-ig, akkor már úgy. Azt mondom, hogy jól van. Ügyes voltam. De igazából megteszek mindent, amit csak tudok. 16-nál is mondtam, hogy ahová nem akarok én itt azért elhalálozni. Attól függetlenül, hogy elértem úgy a körülbelüli célomat, amit a kihívás akart jelenteni számomra. igazán szórakoztató volt. Viszont még nincs vége. Már úgy beszélek, mint a vége lenne, de még nagyon nincs, hát még azért. Szerintem még elég jól állok. Hát ami azt illeti, hogy a zombikat én szedem lefelé, és haladok így a körökbe. De a lőszer, hát az mindig is probléma, ahogy most is. A zombik annyira nem is. Hát azokat így... Hát tudom őket így irányítani végül is, így vonatoztatni körbe-körbe. Csak hát, igen, hát az a baj, hogy elfogy a lőszer. Tehát a pisztolyban nincsen sok. És elfogy. Ajaj, most hát bajba vagyok. Mert nem tudom, mit élő legyek. Hát akkor szerintem az lesz, hogy megpróbálok itt összeszedni mindenkit. De az nehéz. Nehéz, mert beszorítanak, és ezt nem szeretném. Nehéz itt, hogy... Tehát azt szeretném, hogy itt körbe-körbe jöjjenek szépen. Hogy itt a kamion körül, tehát itt körbe szedjem őket, és akkor gránáttal próbálnám meg esetleg őket ritkítani. Aha, jó. Akkor most én itt így a falnak neki dobok. Vissza. Na, nézzük a termést, hogy mit csináltam. Aha, hát azért elég szép kis adag lábatlant készítettem. Most pedig azt nézem, hogy jönnek-e még zombik, tehát van-e még ebből a körből hátra lévő. Jönnek bizony. Jönnek, amit pedig nem nagyon szeretnék, hogy... elkapjanak. Na az Maximo, kérlek szép. Az egy Maximo-t láttam ott? Ez az! Nagyszerű! Nagyszerű! Fáj szemembe 120 is még. Hú, de jó! Ez jó. Tetszik. Na hát. Most hát ez szerencse is kellett, gondolom. De azért megpróbáltam okosba itt megoldani, hogy összeszedjem a zombikat. Közben nem akarom, hogy... Azért meglepjenek máshonnan. Hú, az nagyon jól jött az a töltény, újra töltés. Ezek a kis mászkálókban mindig beleakadok, vagy nem tudom, vagy ők ütnek meg engem?
Oké, kerüllek. Azért mindegyik kanyarba megütnek, azt észreveszitek? Aminek nem örülök, nem tudom ti, hogy lennétek vele, de nem örülök, és még mindig jönnek a zombik, tehát így észreveszem, hogy leugranak a házról, innen, onnan bebe jönnek a vonatomba, ami jó, végül is, csak nehogy egyszer úgy lepjenek meg, hogy hát vége legyen. Na, gyerünk, arra gyertek szépen. Úgy bizony. Nézzük, jönnek-e a zombik. Nézzük. Óvatosan kell, mert 1, 2, 3 egyszerre itt kijön, az könnyen beszorít. Gyerünk, minél többen egy sorban legyetek, és a kivégző pisztolyommal egész ügyesen keresztül hatolok. A 5-7-t is használom. Jó van. Most is jönnek ki még onnan fentről. Házból gondolom, még akkor innen is majd fognak jönni. Hát igen, már elég nagy számban jönnek a zombik. Mármint egy-egy hullámot illetően. Jó. Oké, azért szépen bele-bele lövögetek és robbannak fölfelé. Ahogy kell. Úgy, ahogy kell. Aha, és szerintem ennyi is volt. Az ott micsoda? Gyerünk, egy double point van. Nagyon megörültem, hogy még egy megszemó. Fú, annak keményen örültem volna. Carpenter, más sem rossz. Nem bánom. Ú, de mik voltak ezek az ütöket? Jó, hát ti így szaladgáltok utána. Hát az nem kedves. Mármint az, hogy szaladgáltok, az úgy nem baj. De az, hogy így üdvözöltek egy-két pofonnal, az már nem kedves. Ú, na jó, ilyet nem csinálok többet. Inkább leütöm a nagyokat, és most már veletek is foglalkozom. Egy nyuk, ami mindenkit kiírtott, úgyhogy nincs sok lehetőségem, hogy örgessek. War Machine, ezt nem veszem el, hát olyan megint egy megszámom a 21. hullámnál. Jó van, a 20-at is túléltük. Nagyszerű. Gyerünk, gyorsan még itt titeket megkínálgatlak egy kis sokkolóval, de ott mennyien jöttek. Mindenképp megkínálok titeket. Jó, aha. Stratégiával így visszaálltam erre a... Hát ez... Na, jó, semmi baj. Lehet, hogy azért kis baj, lehet, hogy még van. Egy kicsike baj, nem nagy baj, egy kicsike. Kicsike, jó, menjen. Oké, ott van mindenki. Ott van mindenki. Tehát akkor, hát, visszatérek most erre a stratégiára. Aha, de az executionerről hamar újra kell töltenem. Ez az ott álltok sorba. Aha. És dobhatnátok valami finomságot nekem. Ott egy nagy csomag. Nagy hordó ott volt. Executioner-be van még. Már kettőt lövök. Az még elég bele? Az egyik zombit lelőttem kettő golyóból. Másikat meg nem. Lehet rosszul találtam el. Aha, gyertek csak nyugodtan. Meg spawnolnak is. Fúhót keresztül három is elhalázott. Na hát. Fúhót bújnak keményen előfelé. Jól van. Szépen itt próbálok összeszedni egy kis csomagot. Na és még jönnek ki az ajtóból. Húj, de sokan vagytok ott. Most jöjjön mindenki erre, és ahogy így vagytok. Akkor de azért még félek, nehogy valakit meglepjen itt fentről. Hát mindig rizikós azért erre szaladgálni, de még úgy érzem, hogy tudom csinálni. A töltés is oda ott jön a tömeg, de sikerült az újratöltésre sikerült teljesen befejezni. Várunk egy kicsit, addig téged leszedlek, mondom, ja, jó, leszedtelek, oké. Jön mindenki ott? Hanem még mindig van. Valaki ide itt elszaladok, úgy bizony nem is most sikerült a vonatot összeszedni.
Összeszedtem egy adag zombit. Na, jó, figyeltek erre. Aha. És erre kerüllek meg titeket. Jó, na. Szóval most, hogy ti már így összegyűltetek ilyen szépen a nemes alkalomból, oda dobok nektek egy bombát. Gyertek, gyertek. Jó. Oké, okay. Sikerült egy egész szép kis csomagot leszednem, úgy érzem. Aha, ott is van az eredménye, az a lábatlan csomag. Ne! Úgy, ne csinálj butaságot! Ajaj. Na, ez most magamnak mondtam. Hú, hát a... Na jó, nyugi, csönd, nyugi. Hú, majdnem butaságot csináltam. Ott igazából ott akartam bemenni, csak láttam, hogy ott jön a zombi, és akkor elvűje, hú, picit megijedtem, de... Már nem is tudom már mit akarom csinálni, ah. Már elég... Elég hosszú ideje. Itt vagyok, mármint egy játékba. És akkor itt zombizok, és ilyenkor már hát butaságokat csinálok. Egy idő után. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy... Én ugye eljutok a 20. körig, vagy nem tudom, vagy már vagy egy órája, vagy nem tudom mennyi ideje játszok, akkor utána hülyeséget csinálok. Annyira nem tudok figyelni. Gyerünk itt keresztül, hú, ez is azért merész döntés volt. De azért még úgy érzem, hogy oké, még oké a helyzet. Ohohoho! Hát igen, egy újabb butaságnak lehetetek szemtanúi, vagyis hát majdnem az volt a vége. Hú, de most veszem észre, hogy lőszerem közel nulla. Megpróbálom a gálvának közt hasznosítani. Hűha, na jó, az úgy nem lesz jó. Ez az! Aztán mindenit! Erről van szó. Erről van szó. Double point! Ami annyira nem nagy cucc. De a max ammo, na az bizony az. Na megint kaptunk egy-két körre elegendő lőszert. Na most azon gondolkozok, hogy most mészszerű box, vagy maradjak a... Milyen másik pisztoly van még, amit esetleg... Hát a 5.7-nél a 5.7 dual wield. Annyi. Hát a két 5.7. mi jobb? Tehát most azon gondolkodtam, milyen pisztoly jobb, mint a 5.7. Hát a két 5.7. Jó, hát akkor nézzük, most kapok egy olyat. De most ez telet történjél, és dobjam el, nem dobom el. Tehát most, hú, na most egy ilyen hosszú várkozás lesz nektek, gondolom, egy kis juncsi. Aha, most lehet az lesz. De... Szeretném, ha egy dupla 5.7-t megkapnám. Annak most örülnék. Na régen, megint kezdődik? Megint kezdődik a régen az első? Ne csináld ezt, hanem a zombi ez a te hibád. Biztos vagyok benne, hogy miattad van ez így. Miattad? Nem. Rázd a fejét, hogy nem. Hát akkor nem. Akkor megnézem, hogy lehet-e barikározni, még nem lehet. Jó, kiugrok. Cap 40. Hát azzal kezdtük körülbelül a játékot. Nem azzal kezdtük, de az elején használtam. A kihívás elején emlékszem rá, de most azt nem veszem el. Kevés benne a lőszer. Ez az igazság. Tehát erős, tehát gyorsan automata pisztoly, csak kevés benne a lőszer. Ebben a 5.7-ben van 120. Abba pedig, hát azt hiszem, hogy... Hogy ilyen 12 és még 48, nem tudom. De úgy elég kevés. Újha! Hát ezt még nem használtam. Úgyhogy itt az ideje. Python. A Python. Az Executioner és a Python. Hát elég hasonló. Tehát nézzétek meg a két fegyvert. Közben téged így leütlek. Még egyet pörgetek, hogy mi újság van. Nézzétek ezt a két fegyvert, hogy elég hasonló. Aha. Nem köszönöm ballisztik nárt, azt nem kérem. Úgyhogy remélhetőleg erősségben is hasonlók lesznek. Gondolok itt arra, hogy a Piton is úgy egy lövés pif, és utána már egy galvanakulusz ütéssel teríthető a zombi a földre. Egy lövés, két lövés, két lövés! Az azért elég jó újratöltés ideje. Ugyanolyan, mint a Executioner-ő, úgy érzem. Viszont amit még
látok, az az, hogy ebben 6 történik, mert ebben meg csak 5. Látjátok, 6, 5. Kíváncsi lennék, hogy melyik az erősebb, most ezt így nem hiszem, hogy el tudom dönteni így hirtelen. De biztos vagyok benne, hogy az ilyen Call of Duty is wikipédiás oldalakon itt vannak róla egész kellemes táblázatok, amikből sok hasznos információt megtudhatunk. Hűhű, és elég gyorsan is tudok vele lőni. Talán úgy, mint az Executioner-re. Eléggé hasonlítanak, én úgy érzem. Hú, de ennek a hangja, az Executioner-nek azért milyen erőteljes hangja van, ne? Nem gondoljátok? Na hát. Na, ennek a kis pitonnak meg ilyen kis piton. Aha, kis piton. Na, jaj. Ajajajajajaj. Hú, oké. Na most nem tudom, ti így gondoltátok-e, de én ott azt hittem, hogy úgy lesznek még ott fent, akik galibát okoznak nekem. Hú, egy azt a fej nélküli csapkodós mindenségit nekik. Az nem tetszett. Nem örültem neki. Pitont eléggé használom, de tetszik igazából, tetszik ez is. Ez is olyan kellemes meglepetés, mint a Executioner. Úha! Azt a mindenit! Hát oda kellett a sprint. Határozottan kellett egy kis sprintele is oda. Hú. Rendben van. Oké, gyertek, csak nyugodtan fölfelé. Aha. Az ott mi? Az ott mi? Hát nem tudom, mi volt az. Instakillről tippelnék, mintha egy olyan koponya fejt láttam volna. Remélhetőleg az, vagy hát a Max Ammo, azt mindenképp elvenném, de én Instakill láttam, nem kockáztatom azt. Mondjuk most már, hogyha még ott van, akkor annak örülök. Hol volt? Hú, már el is tűnt. Aha.